Az adományt május 13-án Marton György adta át a mentősöknek. A csomagban volt gyümölcs, üdítőital és kávé, melyet a kiskörösi Dózsa György utcában található Bartos Zoltán, zöldségbolt a Szedán Kerbété, volt és a Csali Horgászbolt adományozott. Az országos mentőszolgálat kiskörösi állomásán egy eset kocsival és két mentőautóval látják el a napi feladatokat. Összesen 27 fő dolgozik a mentőállomáson, akik közül 11-en mentőápolók, 11 gépkocsi vezető és 5 mentőtiszt. A gépkocsi vezetők közül pedig 5 mentőtechnikusok, tehát ápolóként is látnak el feladatot. A Kiskörösi Mentő Alapítvány elnöke és a mentőállomás vezetője Farkas Gyula elmondta, hogy az alapítványuk nevében ezúttal is köszönetet szeretne mondani mindenkinek, akit adományával, felajánlásaival támogatta és támogatja a munkájukat. Nagy örömmel vették, hogy most is érkezett Kiskörösi Vállalkozók felajánlásának köszönhetően élelmiszerekből álló adománycsomag. Ha valaki szeretne adományokat eljuttatni a kiskörösi mentőalapítványnak, azt a szervezet Facebook oldalán jelezheti. Emellett az alapítvány továbbra is fogadja az adó 1%-áról szóló felajánlásokat.